a cím arról szól, hogy 2 évvel ezelőtt én elkezdtem egy sorozatot, ami Arany János Hídavatás című költeménye alapján született bennem. Nyilván elsősorban itt Arany Jánosban is a társadalmi közérzet kivetítése volt, és amikor festettem ezt a sorozatot, akkor Felugosi Lacának mindig elküldtem az új és új képeket, és ő mondta, hogy miért nem csinálsz belőle egy könyvet. És én akkor erre nem reagáltam, de amikor már a 17-et festettem, akkor fölhívtam, száradt a kép, mondom, Laca, én kiadom a könyvet, de ha te írsz a képekről. Azt mondta, rendben van, és 2 hét múlva megvolt a szöveg. Minden képről külön-külön önálló szöveget, természetesen nem a képekről szóltak ezek is, hanem ugyanúgy Arany János által inspirált közérzeti lenyomatok voltak, és ennek a könyvnek az utolsó sora az, hogy ez már babám a szobmélység, és én javasoltam a Lacának, hogy ez olyan jó, olyan emblematikus, hogy akkor legyen ez a könyv címe. És a Kéri Mihálynak a fia, Kéri Péter, aki megtervezte a könyvet, egy gyönyörű emblémát készített belőle, ami itt van a trikómon. Tehát nem csak simán felírta a könyv elejére, hanem egy gyönyörű emblémát készített belőle, és akkor azóta ez a második kiáltás Szegeden volt egy nagy kiáltás, és ennek is ez a címe, mert hogy én képcímeket nem adok. Így aztán mindenki gondolhat erről az Egymár babám szobmélység címről bármit is a képek kapcsán. Többször rendeztem itt kiállítást, meg rengeteget voltam itt kiáltásokon, ezért én pontosan tudtam, hogy mit akarok kirakni. A nagyságok is megvoltak, tehát tulajdonképpen a rendezés az arról szólt, hogy amikor itt ki voltak csomagolva a képek, akkor a helyükre tettem őket, tehát így nagyjából. Egyébként a teljesen fekete képek, azok a könyvből van, tehát a könyvképei. 3 tematikája van ennek a kiállításnak, a hídavatás, a híd és a sziget. Miután én egész életemben egy szigeten éltem, jeles módon Sziget-Szent Miklóson vagy Csepelen, de ez mind a kettő ugye sziget, és ezért aztán az én alapproblémáim mindig a sziget körül zajlanak, festői problémáim, és ebben nagyon beletartozik a hídavatás is, és a híd maga. Ezek gesztusképek. Ebből következően minden ilyen kép egy este készül el, mert a gesztust nem lehet folytatni másnap, mert amikor belekerül az ember a képbe, amikor elkezdi építeni a képet, akkor egy olyan folyamatnak lesz része az ember, amelyiket nem lehet megállítani. És addig dolgozik, amíg a kép valamit igényel. Ha már nem igényel, akkor abba hagyja. De ezek mind egy este készültek, ezek a képek. És ezek óriási energiákat emésztenek fel. De hát nyilván úgy lehet nekiállni, hogyha vitálisan fel van töltődve az ember.